Önök a heti szakaszt Breuer Péter műsorát látják. Izgalmas emberekről, történeteikről, a magyar zsidóságról. Percekkel az avatás előtt vagyunk, megkérdezzük elnök urat, ő kinek a szobrát fogja felavatni? Richter Gedeonnak a szobrát, aki hatalmasat teljesített. Úgy gondolta, hogy a gyógyszergyár, amit Kőbányán alapított, és szolgálta a magyarságot, sőt, híresítette, hiszen 70 országra kiterjedő multinacionális cég lett a Richter Gedeonból a 30-as évek végére. És mi történt vele? A nyilasok hatalomátvétele után először az Andrássy út 60-ba vitték a Katonai József utca 21-ből, amely svéd védett ház volt, majd a Dunapartra. A lövések eldördültek, és a Duna habjai lelték a testét. Az, hogy ő nem halt meg, itt van közöttünk a szellemisége, hiszen itt van ez a hatalmas gyár, amely hihetetlen sikeres ma. 1,2 milliárd euró évi árbevétele van, 50-valahány országban van a leányvállalata, 4 gyára van a Európában és tengeren túlon, és itt van egyébként a szobor, amely példázza az ő életútját, és itt van a cipő a Dunaparton, amely talán egyike vagy a másika pontosan az ő cipője volt. Ő végig Magyarországon maradt, elmehetett volna, volt svájci útlevele, de hitt abban, hogy amit ő tett a magyarságért, az elegendő, nem volt elég. Lehet, hogy vannak Magyarországon olyanok, akik a Richter Gedeon által gyártott gyógyszereket szedik, és rasszisták, és nem tudja, hogy ki volt az a magyar zsidó, aki ezt a gyárat megalapította? Hát például Kalmopirin. Ezt az ő egyik szabadalma. És most sorolhatnám azokat a gyógyszereket, és ma Magyarország egyik legjelentősebb multinacionális cége. Elnök úr, köszönöm, hogy rendelkezésünkre állt.